mai sajtótájékoztatónk témája a közbiztonság. Hétről hétre Zugló egy-egy problémájára hívjuk fel a figyelmet, így volt ez az elmúlt héten is, ahol a stadionoknál a kialakult kaotikus parkolási helyzetről tartottunk sajtótájékoztatót, ma pedig a környék közbiztonságáról fogunk beszélni. De mielőtt erre sor kerülne, szót kell emelni a zuglói időközi önkormányzati választásról is. Az elmúlt hetekben a hírekben azt láttuk, hallottuk, hogy durvul a választási kampány Zuglóban. És sajnos ez így igaz. Amióta a Fidesz új választókerületi elnöke, Jelen Tamás vetette a lábát a kerületbe, azóta ömlik a mocsok Zuglóra. Naponta látjuk azt, hogy rágalmaznak minket, becsületsértő kijelentéseket tesznek, és felmerült a választási csalás alapos gyanúja is, ami miatt kénytelenek leszünk büntető feljelentést tenni. És ami talán leginkább elítélendő, és leginkább kellene, hogy szégyeljék magukat, az az, hogy egy ember tragédiájából, sorsából választási kampánytémát csinálnak gusztustalan módon. Az zuglói emberek erre nem kíváncsiak. Az zuglói emberek ezt mélyen elítélik, az zuglói emberek arra kíváncsiak, hogy a mindennapjaikat megkeserítő problémákra ki milyen megoldást, milyen választ kínál. De hát nem csodálkozunk semmin, hogy mit művel a Fidesz itt helyben, hiszen ugyanezt teszik országosan is, és erről Molnár Zsolt fog önöknek beszélni. Tisztelettel köszöntök mindenkit itt Zuglóban. Valóban az egyéni országgyűlési képviselő, aki 14-ben győzelmet aratott itt Zuglóban, Budapest egyéni választókerületében, elmondta, hogy milyen kampányra számíthatunk. Én röviden arról fogok beszélni, hogy közbiztonság néven mit művel a kormány, és hogy a közpénzeket nem a közbiztonságra, hanem presztízs beruházásokra, kormányzati kommunikációra, összetákolt drótkerítésre költik, és nem a magyar emberek biztonsága, és nem az európai emberek biztonságát tartják szem előtt, hanem a Fidesz pártpolitikai érdekeit. Sokat tettek Zuglóban a demokratikus ellenzéki pártok azért, hogy bemutassák, hogy lehet ezt másképpen is csinálni, mint az országban. Lehet ezt másképpen is csinálni, mint amikor a menekült válságnál Budapest közbiztonságát veszélyeztetve szándékosan a kormányzat ide terelte a menekülteket Budapestre. Itt állomásoztak a kormány szándékával megegyezően, hogy elrettentsék az embereket és feszültséget keltsenek. Lehet ezt másképp csinálni, itt Zuglóban másképp csinálják a országban ellenzékben Zuglót vezető ellenzéki pártok. És ezért nagyon fontos ennek a önkormányzati választásnak a tétje, és ezért nagyon fontos a kimenetele, hogy a szocialista párt jelöltje, akit más pártok is támogatnak, és polgármester úr is támogatja, győzhessen, és ezért nagyon fontos, hogy Bicskei Bencére szavazzanak a következő egyéni önkormányzati körzetben tartandó választáson, hiszen Zugló jövője jelentősen függ attól, hogy hogyan és miképpen alakul a testületi többség, a zuglói emberek közbiztonságáról pedig majd a jelölt Bicskei Bence fog beszélni. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Zuglóban mindig is nagyon fontos téma volt a közbiztonság, de ugye, ahogy ön parlamenti képviselő úr is elmondta, elég speciális helyzetben vagyunk, tekintve, hogy elég szűkösek a forrásaink, illetve ugye a körzetben is ugye nagyon vegyesen találhatók meg állami, fővárosi, illetve önkormányzati kezelésben lévő területek. Ennek ellenére nagyon szép eredményeket ért el az önkormányzat az utóbbi években, szépen bővült a kamerarendszer, illetve a rendőrség és a lakosság együttműködését is próbáltuk szorosabbra fonni. Beindult a Szomszédom a rendőrprogram, illetve baloldali javaslatok nyomán olyan eszközbeszerzések is megtörténtek, melyek a körzeti megbízottak munkáját segítik. Ennek ellenére azért még vannak fehér foltok, nagyon sok az autófeltörés a kerületben, illetve a trükkös lopások száma is magas. Én személy szerint nagyon üdvösnek találnám, hogyha a parkolóövezetek kialakítása is minél előbb megtörténne, tekintve, hogy a parkolóőrök megjelenése is növelné a relatív közbiztonságot, illetve preventív hatással lenne. Ugye, emellé még azt el kell mondani, hogy nagyon érdekes, tehát körül kell nézni itt ezen a környéken, azért látszik, hogy ez nem egy rózsadomb. Nagyon nagyok az anyagi különbségek, nagyon sok hátrányos helyzetű ember is él itt. Ezért is nagyon pozitív a visszhangja Botka László társadalmi igazságosságra alapuló programjának. És nagyon is van igény egy igazi baloldali politikára, ezért ezzel összhangban én annyit tudnék megígérni, hogy amennyiben a választópolgárok bizalma rám esik, engem választanak képviselőjüknek, ezért minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a környéket is bevonjuk ebbe, még jobban bevonjuk ebbe a kamerahálózatba, természetesen a rendőrség és a helyi lakosok igényeinek figyelembevételével, és ezzel is tovább erősítsük a
biztonságérzetet az itt lakókban. Nagyon szépen köszönöm.